Körmendi Rita festményeiből nyílt kiállítás a Voke Vörösmarty Mihály művelődési házban. A vendégeket Molnár Lászlóné intézményvezető köszöntötte, majd zenés műsorral lepték meg a közönséget. Körmendi Rita 10 esztendeje kezdte vászonra festeni álmait, s mivel tehetsége ideje korán napvilágot látott, mára már számos kiállítással büszkékedhet hazánkban, de nyílt már tárlata Németországban és Ausztriában is. Van, hogy meglátok egy fotót, egy képet, vagy egy természeti sétán sétálunk a családommal, és akkor jön a múzsa, megihlet, és akkor én azt megpróbálom megfesteni a festményeimen, az én elképzelésemben, az én álomvilágomban. Alkotói énjének különleges ívet ad, hogy a csendéletei a természetből ellesett pillanatok mellett portréfestőként is megismerhették a képzőművészet barátai. Vannak a kisteremben portréjaim is, nem csak a realista stílushoz ragaszkodom, hanem szívesen kipróbálom az absztrakt művészetet is, tehát mindent, tehát nem csak ecsettel, nem csak festőkéssel festek a képekre, nem csak vászorra, hanem ugyanúgy akvarellel, papírra, tehát mindig minden, ami éppen ez kedvem van, vagy ami megihlet, hogy most akkor én ezt megcsinálom, és akkor igyekszem megvalósítani az elképzeléseimet. Művészeti teljesítményet számos elismerés kísérte, és a festészet mellett én már íróként is bemutatkozott. Első kötete 2021-ben jelent meg, Képek és versek egy lélekből címmel. A tárlatot egészen április 27-ig látogathatják az érdeklődők.